Március 13-án Nagyszebenben tartják a Román Kerékpáros Szövetség elnöki tisztségéért kiírt választást. A jelöltek között van a zetelaki Sebestyén Szabolcs is, aki folytatni szeretné a Novák Károly Eduárd által elkezdett munkát. Ismét székelyföldi elnöke lehet a Román Kerékpáros Szövetségnek, miután Novák Károly Eduárdot sportminiszternek nevezték ki, ezért le kellett mondjon tisztségéről. Helyét a fiatal, mindössze 29 éves Sebestyén Szabolcs venni át, aki sportolóként, edzőként és csapatvezetőként is bizonyított már. Beszéltem több csapattal is, és ők is pont ezt mondták, hogy ez egy nagy bátorság, hogy felmerjen vállalni. Célom az, hogy folytassuk az elkezdett munkát, hogy a profi kerékpáros vonalat tartsuk, és nagy eredményeket érjünk el, és a kerékpársportot tudjuk magas szinten tartani. Jelen állás szerint hárman indulnak az elnöki posztért, Sebestyén Szabolcs mellett Alex Csokán és Traján Góge, aki a jelenlegi főtitkár. Összesen 74-en rendelkeznek szavazati joggal, és az elnöki poszt elnyeréséhez az első körben fele plusz egy voksra lesz szükség.